Megyünk tovább, Románia keleti részében is drámai a helyzet, az özönvízszerű áradás több ezer házat és gazdaságot döntött romba. Egy ilyen elöntött településen van tudósítónk, Bot Eszter is. Szervusz, hol vagytok pontosan és mit tapasztaltál, milyen ott a helyzet? Szervusz, jó napot kívánok! Hát valószínű még soha nem volt annyi tűzoltó, rendőr, katona egy időben ezen a településen, mi most Pekea településen vagyunk. Ötödik napjaim már, hogy teljes erőbedobással zajlanak a kárelhárítási munkálatok. Nagyon sok önkéntes is van egyébként a helyszínen, akik különböző településekről jöttek segíteni a bajba jutottaknak. És hát akad munka bőven, hiszen sok házban még mindig nagyon nagy a sár, az iszap. Embereket láttunk, akik törmelékeket, használhatatlanná vált tárgyakat, bútorokat, ruhadarabokat hordtak ki a házakból. Nagyon sok ingatlan még mindig lakhatatlan, és kérdéses, hogy egyáltalán vissza lehet-e majd költözni valaha is beléjük, hisz sok szerkezetileg is sérült. Az otthonok elsődleges vízforrásai, az ivókutak is tönkrementek, vélhetően vízük több hónap múlva lesz majd ismét fogyasztható állapotban. A házakba bemenve azt láttuk, hogy a falak jól láthatóan őrzik az egy méternél is magasabb vízszint nyomait. Öröm az ürömben, hogy az elektromos hálózat szolgáltatás nagy rész már-már helyreállt. A Galat és a Bürlát között lévő vasútvonal viszont közel 7 kilométeren teljesen használhatatlanná vált, ennek helyreállítása akár évekbe is telhet. Több árvíz sújtott a településen is jártunk egyébként ma. Közös ezekben a falvakban, hogy az emberek mindenhol ugyanolyan elkeseredettek, hisz ahogy mondják, egy élet munkája veszett oda, nem csak a házaik, de az állataik, a veteményük, a gazdaságuk is oda lett. Eddig az évek során háromszor volt árvíz ebben a térségben, ugye ez egy picit lankásabb terület, viszont minden eddiginél nagyobb volt a mostani áradás, amely ugye 7 halálos áldozatot is követelt. A térségben szükségállapotot vezetett be a román kormány, ezzel tulajdonképpen az a céljuk, hogy felgyorsítsák a közbeszerzéseket és a helyreállítási munkálatokat. A helyi lakosok arra panaszkodnak, hogy a román állam részéről eddig nem sok segítséget kaptak. Egy idős asszony azt mondta, hogy az elmúlt 5 napban mindössze egy befőttet, egy konzervet, egy kiló cukrot, illetve némi ivóvizet kapott a román kormány részéről. A hatóságok 60 katonai sátrat is felállítottak a térségben, ezekben összesen 400 férőhely van, viszont egyelőre azt láttuk, hogy a födél nélkül maradt emberek inkább ismerősöknél, szomszédoknál húzzák meg magukat. Nagyon szépen köszönjük Bot Eszternek, hogy itt volt velünk.